Rendhagyó tárlat a bevásárlóközpont kellős közepén, autista fiatalok képeiből nyílt kiállítás az Autizmus Nemzetközi Világnapja alkalmából a Győr plázában. Ezen a napon az egész földön, így Győrben is az autizmussal élőkre és családjaikra figyelt mindenki. Az is lenne a cél, hogy hát a kormányzat nagyobb mértékben tudjon esetleg anyagi eszközöket fordítani az autizmussal élőknek az ellátására, beleértve akár a szociális ágazatot is, illetve látjuk azt, tapasztaljuk az adatokból, hogy növekszik az autizmussal élők száma, és ez mindenképpen azt gondolom túlnő a családoknak a problematikáján, és mindenképpen foglalkozni kell vele társadalmi szinten. Világszerte 67 millió, Magyarországon pedig körülbelül 100 ezer autista ember él. A Nemzetközi Világnap célja, hogy a jelenleginél sokkal többen fogadják el és tolerálják a sérültséggel élőket, akik számára minden nap egy újabb küzdelem egy teljes értékű életért. Magyarországon minden nap születik egy újabb diagnózis, és azt tudjuk, hogy minden 150. gyermek érintett az autizmusban, és ez azt jelenti, hogy minden általánosiskolában, illetve minden óvodában számolni kell érintett gyermeknek a jelenlétével, és a pedagógusoknak fel kell készülni az ő ellátásukra, illetve hát a szülőknek fel kell készülni arra, hogy adott esetben autizmussal élő gyermek lesz a gyermekük csoporttársa, iskolatársa, osztálytársa. Mikor lesz az ágon levél, levelek között 100 virág? Vers és kisebb műsor is járt a kiállítás mellé, így Győrben kiemelten figyelnek azokra a civil szervezetekre, amelyek sérültséggel élőkkel foglalkoznak. Őket minden lehetséges módon támogatja az önkormányzat. Éppen az elmúlt héten a közgyűlésen fogadtuk el a következő 5 évre szóló civil koncepciót. Ezen belül az autizmussal élőket támogató és segítő szervezetek kiemelt figyelmet kapnak, és éppen ma, április 2-án, az Autizmus Világnapján hirdette meg egy nemzetközi szervezet a Ragyogjon Kékben akcióját, amelyhez a világ 22 országában 100 épület csatlakozik. Magyarországon, a Budapesten, a fővárosban a parlamentet világítják meg kék színben, és természetesen Győr is csatlakozott. Magyarországon egyelőre hiányos az ellátórendszer, az autista fiatalok ellátását mindenütt alapítványok vállalták fel. Ezek nehéz körülmények között tevékenykednek, de nap mint nap teszik a dolgukat, hogy az autisták is minél teljesebb életet élhessenek. Az egészségesek pedig világszerte szolidaritásukat fejezik ki az Autizmus Nemzetközi Világnapján, amikor is 22 országban 100 épületet világítanak ki kék színnel. Győrben a Jedlik híd kékül be, a szimpatizások pedig ezekben a percekben kék sétával hívják fel a figyelmet az autizmussal élők és családjaik sorsára.